Érint. Ülj le. Ül. Fekszik. Fekszik. Fekvid le. Akkor adj egy pacsit. Oké. Adj egy pacsit. Pacsi. Másik pacsi. Másikat kérem. A másikat adj. Ezt kérem. Forog. Tessék. Ügyes vagy. Jó van. Ez nem fog menni. Fel kell hívni a dédi papádat, igen. Ne. Eredj! Halló, dédi! Na, figyelj csak. Arra gondoltam, hogy... Mit csinálsz mostanában? Mert... gondoltam, hogy tudod, hát most van úgyis ez az új hát, lakás, és még nem is tartottunk, hogy hát ilyen lakásavató, tudod, egy kis mulatság. Ugye? Na, figyelj, akkor valami játszós ruhába gyere azért, mert kerti partit fogunk csinálni, igen, azért, igen. Nem, virslit nem kell hozni, viszont hogyha lenne egy gletvasad. Hát, mert a tűzrakó helyhez tudod, hogy a... Ahogy ott alulról a... Ahogy a... Hát, tudod, úgy majd meglátod. Na, csak az a lényeg, hogy nem tudom, hogy még tudnál-e hozni, van egy ilyen, 10-15 liter disperzitet. De, hát figyelj csak, jó, hát na, az a lényeg, hogy akkor a címet elküldöm, és akkor minél hamarabb gyere, jó? Oké, köszi, puszi, hello, fi. Halló, tanár úr! Üdvözlöm! Hogy mint? Csak azért telefonálok, hogy érdeklődjek, hogy hogyan ment a... Tudja, a hölgyügyek. Na, hát... Nos, persze ez nem a maga hibája természetesen, és nem is a díjnyertes oktatási ember részesítettem, hanem ez csak is a nők hibája, ezt már bárki tudhatja. Viszont képzelje, van egy remek
megoldásom a problémájára, ugyanis egy másik, teljesen eltérő módszertannal átdolgozott pedagógiai anyagot sikerült megszereznem, úgyhogy mit szólna, hogyha ezt magán itt rögtön ki is próbálnánk. Na, hát az a helyzet, hogy ez egy olyan dolog, hogy így ez ilyen fizikai dolgokat igényel, úgyhogy mindenféleképpen ide kéne jönni, tudja. Igen, jön ide a sárga busz, persze. Jó, elküldöm a címet. Remek. Na, puszilom. Viszhal. Idióta. Üdvözlöm! Maga mit csinál itt? Micsoda, két pejlovat abrakolnak itt a latrinám előtt. Mi? Hát, urak, ez már nem a székes főváros, hanem vidék. Na, jöjjenek! Tanár úr! Köszönöm! Is volnánk. Ez lenne az. A démon van, az megbolondult. Alapból bolond. Olivier? Mi ez? Ez hogy néz ki? Hát, jó, egy kicsit... Mennyiért vetted ezt? Tanár úr, hát nem illik mások pénztárcájában kutakodni, de ha már kérdezi, nos, az a helyzet, hogy egy kicsit felújítandó állapotú, ám ez tükrözi a nagyon jutányos vételi ára is, ugyanis, nos, tudni illik, hogy a dédi mamám 4-es iker volt, és hát amikor meghalt, nos, az örökségem marakodó testvérek közé be tudtam egy kicsit furakodni, és hát egy kicsit innen, egy kicsit onnan csippentettünk, sok könyv, vér és sírás, de a vége az lett, hogy... Itt is vagyunk a palotában. Aha. A palotában? Hát, egy kezdődő palotában, egy palotácskában. Kicsit messze vagyunk tőle, de... Hát... 10 év múlva már talán nevezhetjük valami épületnek is. Egy villa, egy kanál! Figyelj, én azt mondom, hogy inkább menjünk ki a kertbe, és akkor csináljunk valami kaját. És
akkor sütögessünk, mert azt mondtad, hogy van sütögető hely, meg minden. Természetesen van. Rögtön, amiután végeztünk egy kicsiny munkával, amit sajnos nem tudok egyedül elvégezni, és hát mivel mind a ketten ilyen jó fizikumban lévő, stram, életerős férfi emberek vagytok, vannak, ezért hát ugye nyilvánvaló, hogy egy ilyen gyenge, esetlen, szegény fiút, aki itt küzd ezzel a nagy felújítással, megszántok, és természetesen miután végeztünk ezzel az aprócska nüansznyi, éppen hogy csak be se piszkoltuk a kezünket, és már kész is vagyunk feladattal, utána kezdődhet a nagy földön túli ramazuri. Kerti parti? Rögtön egy kis glettelés után. Most teljesen úgy érzem magamat, mint amikor Hozi Amiget elküldi a jó büdös francba, Sandrina Jesus. Vas és fangom, putesz betátes kencsin a bókjönöm szívunká, rájluk egy szóval ízér. Totálisan, mint egy szappan operában. Na jó, ez fura volt. Na, kezdődhet a felújítás. Leszedtük a polcokat, elkezdjük először lecsiszolni az előző réteget, majd egy mély alapozó réteg következik, utána pedig glettel fogjuk kisimítani az egyenetlenségeket. De kihez beszélsz? Senkihez. Maradjatok velünk! Mit tettem én ezt vissza? Ez anyja! De jó volt! Á, vidéki levegő! Na, várjunk már, hol is volt? Hol, honnan is jöttem? Hogy? Ajtó! Te megkönnyebbültem azt a mindenit! Aha! Hol a francba vagyok? Hol vagyok? Srácok, itt vagytok? Ajjaj, nagyon eltévedtem. Ha-ho, itt vagytok?
Hol vagyok? Tanár úr? Ó, elnézést! Bocsánat, visszacsukom. Csak tessék jönni, mert alapoznánk, jó? Köszönöm. Rátok, Pászkál! Gyere ki! Ki vele! Hagyja tanár úr! Te cuki, Pászkál, te! Te bizony, te. Igen. Miért akarsz megenni? Miért akarsz megenni? Miért? Miért? A csiszolást követően egy gyors takarítás után most jöhet az, amikor leragasztunk szépen minden olyan dolgot, amit nem szeretnénk körbe alapozni. Te már megint ki a TOSZ-hoz beszélsz? Hát... Csak... Inkább tedd le azt a nyomba takaró fóliát, mint az, hogy a levegőbe beszélsz. Jöjjön a fólia! Fontos, hogy ragasztás mellett le is lehetne venni ezeket a kis kapcsolókat, illetve ezeket a dugaljakat, de tekintve, hogy félünk az áramtól, inkább ragasszunk. Még egy ilyen megszólalás. A semmibe. Én nem tudom, mit csinál veled. Hát csak... De ez nem is a... Nem érdekel. Bolo nem volt! Ha?
srácok, hát... Hát a festés még hátra van. Ahó. Kukurikú. Látok meg. Mindig csak a naplopás. Sose a munka.